Tisztelt miniszter úr, kormány megbízott asszony, tisztelt elnök úr! A Bátszalókváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen az örömteli eseményen személyes részvételével megtisztelte városunkat. A mai nap városunk életében egy újabb mérföldkövet jelent. A város képviselőtestülete szolgálatnak tekinti feladatát, és mint olyat a lakosság és az ide látogató vendégek biztonságát, komfortját elsődlegesnek tekint. Már korábban is elkötelezetten fejlesztette, működtette a település az egészségügyi rendszerét, intézményeit. A korszerű orvosi rendelő és a benne szolgálatot teljesítő orvosi ügyelet kialakítása, majd napelemekkel, itt látható a oldalt, de fönn az épület tetején is, napelemekkel történő ellátása biztosítja a hosszú távú fenntartás iránti elkötelezettségünket. Ezt az elkötelezettséget sikerül a mai napon még magasabb szintre emelni, egy mentőpont kialakításával. Lakossági biztatásra, a feltételek meglétével, rövid időn belül sikerült az országos mentőszolgálat vezetőivel megállapodnunk, hogy egyelőre napi 12 órában mentőautó teljesít szolgálatot a Bátszalókon. Büszke vagyok rá, hogy mindez Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőként nálunk valósulhatott meg. Kívánom, hogy a készenlétben eltöltött idő hosszú legyen, a vonulással töltött idő pedig minél kevesebb. Köszönöm szépen! Balogh Gyula, a település vezetője utalt rá, hogy az önkormányzat is szolgálatnak tekinti a munkáját, hiszen az abátszalókiakat és az ideérkezőket is szolgálják, akik egyre nagyobb számban keresik fel a Tiszatavi régió egyik jelentős meghatározó települését. De hogyha az országos mentőszolgálat rövidítését másként fogalmazzuk, akkor most úgy is lehet mondani, hogy OMS, oda megyek szolgálni. Mármint, hogy most ez esetben ide, folyamatosan most már Abátszalókra. Számítógépes nyelven fogalmazza pedig azt is mondhatnánk, hogy az abátszalókiak megélhetik azt, hogy milyen a mentés másként. Szeretettel kérem Györfi Pál urat, az OMS szóvivőjét, hogy méltassa a beruházást. Tisztelt miniszter úr, elnök asszony, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a mai napon, és engedjék meg, hogy egy kicsit formabontó módon hadd számoljak önöknek egy balesetről, ami nemrégen történt, és bizonyára sokan hallottak róla, hogy Szolnok megyében Jászberény mellett szenvedett balesetet egy mentőautónk, egy esetkocsink, akik éppen egy beteggel igyekeztek a kórház felé. Ebben az esetben nem klasszikus mentőbalesetről volt szó, hiszen nem szirénázva haladtak, hanem normálisan a saját sárjukban, amikor egy teherautó áttért a menetirány szerinti baloldalra és frontálisan nekik ütközött. Sajnos a szállított beteg és a mentőszemélyzet két tagja, a mentőtiszt, illetve a mentőápoló bajtársunk is súlyosan megsérült, a teherautóban ülők közül pedig hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. Azonnal a mentőhelikopterek, mentőautók érkeztek a helyszínre, és most úgy tűnik, hogy mindenki stabil állapotban van, hát reméljük, hogy mindenki gyorsan fel fog épülni. Ez az eset kivéthetetlen volt legalábbis a mentőszolgálat szempontjából, de arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy néha még mi magunk is bajba kerülhetünk. Ugyanakkor ehhez kapcsolódó gondolat, hogy ahhoz, hogy mi segíteni tudjunk, ahhoz néha nekünk is segítségre van szükségünk, és ezt a segítséget kaptuk most meg a Bátszalóktól azzal, hogy az orvosi ügyelet épületében helyet kapott ez a mentési pont, amit szeretnék megköszönni egyrészt a Bátszalók városának, másrészt a támogatást ehhez miniszter úrnak, illetve mindannyiuknak, aki ebben akár a legkisebb szerepet is játszotta. Mi csak egyet ígérhetünk, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, és ami ezzel legalább szinkronban fontos, a lehető legnagyobb hivatástudattal fogjuk ellátni a feladatunkat, és ez nyilván annak lesz köszönhető, hogy azok a bajtársaink, akik Kunhegyes mentőállomáson nap mint nap itt teljesítenek szolgálatot, ők ezt a hivatástudatot a mindennapokban gyakorolják, amit ezúton is köszönök szépen nekik. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Györfi Pálnak, és azt kívánjuk szóvivő úr szavait megerősítve az egész csapatnak, mint ahogy polgármester is jelezte, hogy a mentés, a vonulás legyen minél kevesebb, a szolgálatban töltött idő pedig minél több, és gyógyulást kívánunk természetesen ehelyről is a kedves kollégáinak, akik a megyében szenvedtek balesetet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A biztonság és a biztonság tudat fontosságát most már két ünnepi szolnokunk is hangsúlyozta, mert hogy ezzel ez is nő Jász-Nagykun-Szolnok megyében,
és ebben a választókerületben is nem csak az infrastruktúra bővül, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Tiszatavi régió meghatározó települése tovább fejlődik, és ez a mai délutánnak még csak az egyik ilyen pontja, ez a mentőpont, ami ezt a jelzést adja az egész ország nyilvánossága számára. Ezek jegyében kérem fel tisztelettel dr. Fazekas Sándor, a földművelésügyi miniszter urat, úgyis, mint a térség országgyűlési képviselőjét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kormánymegbízottasszony, elnök úr, polgármester úr, megtiszteltő asszony, szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepségen. Köszöntöm az Országos Mentőszolgálat résztvevő vezetőit, köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, polgármestereket, köszöntöm önöket, kedves abátszalókiak. Én is szeretném elsőként jó kívánságemet kifejezni a baleseti sérültek irányába, gyógyulást kívánunk nekik. Sajnos ilyen az élet, hogy közlekedünk, nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, bárhol történhet valami olyan csapás, amelyre nem számítottunk, és olyankor jó az, hogyha tudjuk, hogy a háttérben a mentőszolgálat, az orvosok, áldozatkész emberek, tűzoltók, katasztrófavédelmisek, rendőrök, önkormányzati munkatársak ott vannak mögöttünk, és segítő kezet tudnak nyújtani, gyakran életmentő segítséget tudnak nyújtani. Ezért is nagyon fontos az, hogy a mai nappal a mentőpont átadása megtörténik, szolgálatba állít az a esetkocsi, amely konkrétan abátszalokon, illetve a környező településeken néhány percen belül az itt élők, itt dolgozók, kirándulók, turisták, a programokon résztvevők, bárki számára, aki itt van helyben, jó segítséget tud nyújtani akkor, hogyha valami történik. Valami történik, amit szeretnénk elkerülni, de néha bizony előfordul az, hogy gyors beavatkozás szükséges. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Abátszalók, Tiszabura, Pusztataskony és Tiszader számára a mentőpont lehetővé teszi azt, hogy sokkal rövidebb idő alatt érkezzen a segítség, mint Gólhegyesről, amely nincsen ugyan távol, de tudjuk, hogy ezekben az esetekben gyakran a másodpercek is számítanak. És a 11 néhány kilométer néha olyannak tűnik, mintha órákra lenne a mentő, órákra lenne a beavatkozás, mert annak akkor és ott, ahogy hallottuk, pont akkor van jelentősége, életmentő jelentősége. Az emberek biztonsága a legfontosabb, ezt vallja a Nemzeti Ügyek Kormánya, és ezért indítottuk a mentőpont programot. Jó néhány más helyén az országnak ez már megvalósult. Solton, Becsésen, Réplöpön, Lébényben és Kiskörén, tehát a közelben is. Én büszke vagyok arra, hogy itt az első között Abátszalók is tudott csatlakozni ez a kezdeményezéshez, és köszönöm mindenkinek, aki részese volt, aki részese jelenleg is ennek a építő munkának, hiszen itt olyan háttérinfrastruktúrát kell megvalósítani, amelyre támaszkodhat a mentőpont, és nyilván a lakosság számára is közhírelni kell, az ide érkező turisták számára is közhírelni kell az, hogy itt milyen lehetőség nyílik. Tehát minden elismerésem, érte és meggyőződésem, hogy általa Abátszalók városi rangja és megerősítésnél az a központi szereplő is, amit a Tiszatól a Kezel régiójában betölt erősödik, és ahogy említettem, az itt élő biztonságérzete is erősebb lesz. Hiszen Hölgyeim és Uraim, a turizmus szempontjából is egy komoly előrelépés ez, hiszen ide évente 100 000-es nagyságrendű vendég érkezik. A Tiszató népszerű, Magyarország legkedveltebb turisztikai látnivalója, és ide fürdeni, horgászni, csónakozni jönnek a turisták, ezek nem mindegyike veszélytelen dolog, ez azért hozzátartozik. Én kívánom azt, hogy eredményesen dolgozzanak, kívánom azt, hogy minél kevesebbet kelljen igénybe venni a mentők szolgáltatásait, a mentők segítségét. De kívánom azt is, hogy mindig legyen telefonvonal, mindig legyen segítséget nyújtó kéz, és mindig legyen szív, lelkesedés ahhoz, hogy bajba jutott embertársainkon segítsenek, segítsünk. Köszönöm szépen!